a legelső vendég, aki regisztrált, dr. B. Nagy Barbara, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök. És ebből az alkalomból szeretném megajándékozni Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Kft. Felajánlásával 2 belépőjegy, tiszteletjegy valamennyi gyulai kiállítóterembe. Az első gyulai regisztrálót köszöntötte Görgény Ernő abból az alkalomból, hogy megnyitott a kapuit a fürdővárosi látogatók előtt pénteken az Almási kastély. Most már tényleg szinte minden a helyére került, még néhány apró finom hangulásra van szükség a végleges állapothoz. Az előzetes regisztráció alapján nagy az érdeklődés, a leggyorsabb jelentkezőnek nagyon jók voltak az első benyomásai. Lenyűgöző, tehát valóban egyedülálló, én úgy látom, hát elég sok kastélyba jártam már Magyarországon és külföldön is, de ilyen elemeket még nem láttam. Tehát nagyon modern bemutató elemek vannak. Egy időszalagon lehet beállítani azt a korszakot, amelyet a látogató meg szeretne tekinteni. Megnyomja a lejátszás gombot, és hát a forgantyú elforgatásával pontosan megismerheti, hogy abban az időszakban, hogy nézett ki a konyha. Ez csak az egyik olyan interaktív elem, mellyel a látogatók saját maguk a kastély különböző helységeinek egy-egy korszakába bepillanthatnak. Emellett akár a cipőpucolást is ki lehet próbálni virtuálisan, de már nagy sikere van a holoprojektornak, és az időszalagon is sok információhoz lehet hozzájutni. Elkészült a zöld ajtó utáni időgépünk, amely a kastélynak a különböző korszakát, időszakait mutatja be. Egyrészt van egy írott anyag, amit el lehet olvasni fotókkal, és hát az időgépen lehet új fotókat tekinteni, és ahogy halad az időgép az időfonalon, így változnak a fotók is rajta. Már a kezdéskor nagy volt az érdeklődés, hiszen már több mint 2000-en jelentkeztek be előzetesen, de vélhetően az elkövetkezendő napokban több mint 4000 gyulai nézheti meg majd az új látványosságot. A városvezetés mérhető növekedésre számít az idegenforgalomban az épület megnyitását követően. A tavalyi évben 7%-os volt a kereskedelmi szálláshelyeken a vendégészaka szám növekedés, tehát a tavalyi évben is növekedett a vendégészakák száma Gyulán. Ezen belül a külföldi vendégészakák száma 26%-kal nőtt, úgyhogy a nemzetközi piacon még nagyobb növekedést értünk el, mint átlagban. Az idei évben pedig reméljük, hogy a kastély még nagyobb mértékben segíti a turizmus növekedését ebben a városban. Láthattuk, hogy amikor az akvapalota megnyílt, akkor abban az évben egy 16%-os bővülést hozott számunkra. Bízunk abban, hogy a kastély is hasonló nagyságrendben járul hozzá a növekedéshez. Az Almási kastély március 18-ai hivatalos megnyitója után 19-től már a nagy közönséget is várják.